Gyülekeznek a bátaszéki hívek a helyi katolikus templomnál. Szent Orbán ünnepén évek óta hagyomány, hogy a bátaszékiek elzarándokolnak a városból a nem messze lévő Orbánhegyre. Az ottani kápolnát tavaly újították fel egy pályázat keretében. Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert szerint egyre többen vesznek részt a zarándoklaton. Hosszú évek, sőt azt mondom, hogy évtizedek, talán évszázadok óta hagyomány, hogy a bátaszéki katolikus közösség kijön ide az Orbán kápolnához Szent Orbán napján, és hálát ad gyakorlatilag az elmúlt év jó terméséért, és kéri a jó Istent, hogy a következő esztendőben is hasonló jó termést biztosítson számára. Az Orbánhegyi kápolnánál idén Udvardi György pécsi megyés püspök tartott misét. Ő arról beszélt, hogy a pécsi egyházmegye számára is fontos a felújított Orbánhegyi kápolna. Minden templom istenháza, de minden templomhoz emberek közösségei kötődnek. Maguk múltjukkal, hagyományával, kultúrájával. És fontosnak tartjuk megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek keretében ezeket a felújításokat lehet végezni. Az külön szép ajándék, hogy Szent Orbán pápa napján volt mód megáldani ezt a kápolnát. Az ünnepi szentmisén a hívek mellett a bátaszéki és a környékbeli települések papjai is részt vettek, valamint a város egykori nyugalmazott lelkésze is.